A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyűrei ellenőrzést végeztek egy budapesti üzlethelyiségben április 6-án. A kiszolgáló pulton több filmet és játékszoftvereket tartalmazó házi készítésű borítóval ellátott DVD-t kínáltak. Miután a pénzügyőrök közölték a boltban tartózkodó személlyel, hogy ellenőrzést tartanak, ő egy hátsó helyiségbe sietett, ahonnan egy kattanás lehetett hallani. A pénzügyőrök a helyiség átvizsgálása során felfigyeltek egy elforgatható zsanérokkal falhoz rögzített szekrényre, ahonnét egy kialakított rejtekhelyről nagy mennyiségű DVD-re és Blu-ray lemezre írt film és játékszoftver került elő. A pénzügyőrök az ellenőrzés során több házilag nyomtatott, méretre vágott DVD borítót, valamint üres DVD tokokat, filmeket is találtak. A helyszínen előkerült egy iskolai füzet, amelyben a filmekre és szoftverekre vonatkozó nyilvántartást vezettek. Az ellenőrzés során a helyszínen megjelent egy másik személy is, akinek a gépjárművében a járőrök szintén nagy mennyiségű DVD-lemezt találtak. A pénzügyőrök értesítették a navnyomozóit, akik a helyszínen lefoglaltak 406 darab borítóval ellátott DVD-tokot, 1176 darab filmet és játékszoftvereket tartalmazó DVD-t, valamint 20 darab a játékszoftverek használatához szükséges konzolgépet. A NAV pénzügyőrei értesítették a pénzügyi nyomozókat, akik szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt büntető eljárást indítottak.